Szervusztok, sziasztok! M3 Autópark. Jól látjuk, igenis koncertunkat is, akivel mindig szeretünk szép és jó autókat mutogatni nektek. Most épp egy Opel Merivát látunk. Méghozzá egy gyönyörű szép piros színbe, itt tündöklik előttünk. Rengeteg gyári extrával látni fogjuk, hogyha körbejárjuk majd a járgányunk. Rögtön koncertom már mutatja is, hogy van neki ködlámpája, és van neki alufelnie is, tehát kívülről már is láthatunk két fontos extrát. Fékek is egyébként egész jók rajta. Aztán egy gyönyörű karosszériát. Tehát, mint látjuk, szépen tündököl. Az Amerivánk ugye már ez az újabb modell. 1.6-os motorral, ami azért szintén lényeges dolog. És nézzünk bele, mit találunk még a járgányunkban. Azt mondja, hogy ha hátra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy itt külön így oszthatóak az ülések, sőt, még le is dönthetők. Érdekes játék lesz vele, majd a végén megmutatom. Itt a kalaptartónk, és hátul még ilyen kis pohártartós lehajtható kis asztalkák is vannak. Na most az elejébe. Gyönyörű szép ajtókárpit. Szép rendezett, tiszta belső tér, dohányzásmentes. Gyönyörű kárpit. És ami lényeges extránk, nem a lehajtható könyöklő, de ő is egyébként egy fontos extra, hanem, ahogy Concerto is megtalálta, az automata váltónk. Mind a mellett, hogy 1.6-os motorral van, még egy automata váltóval is szerelték. Ugye pohártartókkal természetesen, és légkondival is gyári fejegységünk van. Nagyon szép bőrkormányunk, amin látszik a kopásból is, hogy bizony ezt nem sokat használták. Annyira nem, hogy összesen van benne 63.000 kilométer. Meg is nézzük gyorsan a szervizkönyvét, és abból is látni fogjátok, ugye 4 elektromos ablak és elektromos tükörállítás. Természetesen itt állítjuk az ülésmagasságot, és a kormányoszlopot pedig itt a gyújtáskulcs alatt. Mit mutat még nekünk Concerto? Igen, itt van neki a szervizkönyvecskéje. Le is fényképeztük, de meg is nézhetjük újra. Tehát végig az Opelhez hordták. És íme, itt van dokumentálva neki minden előélete. Tehát egy rendesen gondozott és szervizbe járt autóról van szó. És innen indul. Jó! Az autónak megvan mind a két kulcsa. Be is röffentjük. Nagyon szépen muzsikál. És már mutatom is. Concertoval együtt. És még Petit megtaláltuk, de még Ferit nem igen. Még megkeressük Ferit is, hogy hova bújt. Nézzük csak. Ugye automata váltósunk. Azt mondja, hogy íme a két kulcs. Nagyon vigyázott rá. Concerto mind a két kulcsunk távirányítós. És hibakód mentesen indul is csendesen ez a járgány. Minden elalszik, csak mi van az, hogy be van húzva a kézifék. Ugye innen tudjuk vezérelgetni. És hova bújhatott vajon? Feri is. Ha-ha, megvan. Itt rejteget valamit, ami szintén egy nagyon érdekes extra, és nagyon ritka. Ugye Merivában nem is nagyon látni ilyet. Íme, gyári ülésfűtés is van az autóban, úgyhogy következő tulajdonosnak igazán jó kis téli élménye lesz neki, úgyhogy van benne egy ilyen téli csomag, hogy nyári ülésfűtéses, természetesen működik a légkondink is, tökéletesen hűt, ugye most kikapcsoltam, és vele kukkanthatunk még a motortérbe is. Concerto még ott is mutat majd érdekességeket. Hallgassuk meg is, hogy hogy is duruzsol ez a 1.6-os Opel motor. Hát szinte teljesen hangtalanul szépen jár. Tisztartályunk szép rózsaszín folyadékkal, pirossal inkább. Innen még ide is ragasztották az utolsó
olajcsere-cetlinket is, mint látszik, ezért volt izgalomban koncertó is, hogy már kapott egy új akkumulátort is, ami nem lehet túl régi, mert egy papírokkal rendezett varta akkumulátor. Ezzel sem lesz gondunk, ugye most jön a tél, teljesen erre is fel van készülve az autó. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt az automata autónkat. Várunk koncertóval és a fiúkkal itt az M3 autóparkban, tudjátok, csak követni kell minket, ahogy koncertó is mutatja, hogy hajrá, M3 autópark. Köszönöm szépen minden lájkolást és követést. Szervusztok, sziasztok!